A kerengő folyosó egy monostorban mindig központi helyet foglal el, hiszen erről a folyosóról nyíltak régen a monostornak a különböző helyiségei. Ezek közül talán a legfontosabb a templom, oda mindig egy díszesebb, úgynevezett ékes kapu latin kifejezéssel porta speciosa vezet. Ez a kapu Pannonhal már ma is látható, viszont a többi épületrész nem közvetlenül erről a folyosóról nyílik, ez a későbbi építkezéseknek, átépítéseknek köszönhető. A jelenlegi kerengő folyosó a 15. század végén épült, ekkor a reneszánsz korban nagyon kevés szerzetes élt itt a monostorban. Tudjuk azt, hogy Mátyás király 1472-től igazgatta a monostort, a monostornak a gazdaságát, és ő volt az, aki megépítette a ma is látható kerengő folyosót. Valószínűleg királyi építőmesterek is dolgoztak a folyosó építkezésén. Mindez 1486-ra készült el. Díszítése eléggé visszafogott. A folyosónak az egyik oldalán a hét főbűnnek a szimbolikus ábrázolásai láthatók. Ezeknek a célja valószínűleg az lehetett, hogy az itt sétáló, csendben elmélkedő szerzetesek ezekre ránézve egy kicsit elrettenjenek, vagy magukba szálljanak.